Sok szeretettel köszöntelek Debrecenből, a Carol Art Cafe és Gasztro műhelyből. Itt vagyok vendégségbe Carolnál, a hely megálmodójánál. Most egy jótékonysági felhívást szeretnénk tenni. Carol, tiéd a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is Istvánnak, hogy propagálja ezt a nemes gesztust. Másodszorban, hogy személyesen is részt veszel ebben az adományozásban, amit immár mi harmadik éve rendezünk meg. Amit tudni kell rólunk, művész alaphelyzetből is ugye támogatunk embereket, művészeket támogatunk, olyan embereket, akik pályájukon elindulnak. De számomra a legfontosabb a gyerekek támogatása, hiszen a gyerekek a jövő, ők rájuk építkezhetünk. 3 éve indítottam el ezt az adományozást, úgymond. Ami a lényege, nekem mindig is fontos volt a család. Tehát úgy gondolom, amit az ember otthonról hoz, a családi közegből, az végig kíséri az egész életén keresztül, és éppen ezért családokat választok ki minden évben, akiket szeretnék megadományozni, illetve segíteni. Ezt ugyanígy a mai évben is megtesszük, igaz kicsit más formában, mivel keretek közé vagyunk szorítva, tehát rendezvényeket nem tudunk ugyan rendezni, viszont hivatalos átadást fogunk. 5 családról van szó ebben az évben, 19 gyermekről, köztük a legfiatalabb egy 8 hónapos gyermek, a legidősebb 20 éves. És végül is, ami számomra fontos azon felül, hogy adományozzuk őket, maga az érzés. Tehát az, hogy értékeljük ezeket az embereket, hiszen nekik nincs otthonuk. Egy évig kapnak lehetőséget arra, hogy úgymond újrainduljanak az életbe, vagy elinduljanak az életbe, de ahogy ez egy év eltelik, ezekből az otthonokból sajnos nekik el kell menniük, és lábra kell állniuk. Ami még fontos számomra, hogy az adományok olyanok legyenek, amik hasznosak is. Tehát a gyerekek nagyon sok plusz állatkát kapnak, amit tényleg nagyon köszönünk is, könyvet, ami érték, viszont itt ugye egy speciális helyzet adódott, és éppen ezért hasznos dolgokat kérünk. Tehát tartós élelmiszereket, például tavaly volt egy kisfiú, akinek egy biciklire volt szüksége, bakancsra volt szüksége, és ez úgy gondolom nagyon nagy érték a számukra. Amit mi tudunk nyújtani azon felül, hogy egy elit környezetet biztosítunk, illetve egy gyűjtő központ vagyunk, ahova az adományokat várjuk, azt az érzést, hogy emberként kezeljük őket. Tehát számomra ez a legfontosabb, hogy ezeket az embereket ne különböztessük meg a többiektől. Itt ugye most csak elvitelről lehet szó, amit a Carol Art & Café nyújt, kakaó, ugye, ami az alapja egy karácsonynak, a kalács, gyümölcs, illetve az életérzés. Szóval, hogyha van valami olyan dolog, amit esetleg nem használtok, és úgy gondoljátok, hogy hasznos lehet a családoknak, akkor juttassátok el ide. Ez Debrecenben van ez a hely, pontosan hol? Igen, mi a Füredi Kapuban vagyunk, a Böszörményi 68 szám alatt. Ami fontos, az adományokat. Most úgy fogjuk megoldani, egy fát fogunk a teraszunkra állítani, és ha valaki nem tud, vagy nem szeretne bejönni a korlátozások miatt, vagy valami más ítélet miatt, tehát előítélet miatt, tehát óvatosabb szeretne lenni, ezért a fa alá is helyezheti az adományát, vagy éppen rá is helyezheti a fára. Ezért is hívjuk majd szeretett fának. Én majd almás mákpitetortával készülök, szuperfoodos energiagolyókkal, és még más ötleteim is vannak, hogy mivel dobhatnánk fel táplálkozási szempontból is az ő karácsonyukat. A videó alatt megtaláljátok az elérhetőségeket, ahol esetleg tudtok érdeklődni, hogy miben tudnátok még támogatni ezt az ügyet. Illetve ha nem debreceniek vagytok, távolabb éltek, akkor legyen ez egy példamutatás nektek, hogy ebbe az extrán nehezített helyzetben is szerintem azt mutatja nekünk az élet, hogy ideje van az összefogásnak, és az, hogy generáljunk valami olyat, ami előre visz és támogatja az emberiséget, a szeretetteljes létet. Kívánok nektek boldog karácsonyt, és egyszer a karácsonynak is vége, szerintem maradjon meg ez a hangulat, illetve ennek az egész helyzetnek is vége lesz, és ne felejtsünk el emberek maradni. Köszönjük szépen, Karol, neked is. Én köszönöm, én pedig ezt kívánom mindenkinek, legyen minden nap karácsony. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük!